Üdv! Megismerkedtünk a Simplex módszerrel, tudjuk, hogy hogyan kell egy normál vagy standard feladatot megoldani. A Simplex módszer alkalmazásával, azaz tudjuk, hogy hogyan választunk generáló elemet, és hogyan számoljuk az új táblázatot addig, amíg el nem érünk a feladat megoldásához. A mostani alkalommal megoldunk egy módosított normál feladatot, addig ne akarjunk ilyen példát megoldani, amíg a Simplex módszer normál feladatát meg nem tudjuk oldani. Na nézzük! Amit választottam feladatot, az a példatár második feladata a vonatkozó témakörből. Azért a második, mert jó sok nulla van benne, és nem számolni akarok, hanem a hangsúly azon lenne, hogy hogyan történik, miben különbözik a normál feladat megoldása a most tárgyalt módosított normától. Na nézzük! Legyen akkor a következő korlátozó feltételrendszer adott, azt mondja, hogy x1 meg 4x2 meg x3 meg 2x4, egy pici helyet kihagyok, kisebb egyenlő 90, azért hagytam ki, mert a többi korlátozó feltételben lesz x5 is, ebben a sorban nincs. Aztán a második sor, 3-szor x2 meg x4 meg 2-ször x5, az kisebb egyenlő 50-nel. Harmadik sor, x1 meg 2x2 meg x4 meg x5, az legyen egyenlő 60-nal. Ebben a pillanatban már biztos, hogy nem normál feladatról beszélünk, hiszen igaz az, hogy a korlátozó feltételek között legalább egy darab egyenlőséggel megjelent. És még nincs vége, hiszen a negyedik sora a korlátozó feltételnek úgy néz ki, hogy x1 meg x3 meg x5 az egyenlő 80-nak. Jó, ennyi korlátozó feltételünk van, és van még egy célfüggvényünk, ami pedig 4x1 plusz 3x2 plusz x3 plusz 5x4 plusz x5. Döntési változó kombinációja, lineáris kombináció, és ennek keressük a maximumát így. Na kérem szépen, hát itt van akkor ez a helyes módosított normál feladat, még egyszer attól módosított, hogy legalább egy darab egyenlőségjel van a korlátozó feltételek között. Oké. Akkor mit is kell nekünk, mire kell nekünk figyelni, hogyan kell okoskodnunk? Ha egy picit elfelejtjük a célfüggvényt, és arra gondolunk, hogy bevezetjük az eltérés vektort, vagy a maradék vektort, amit U-val jelöltünk, akkor kérem szépen gyorsan bázisváltozó cserével be tudjuk őket vinni a bázisba, és az egyenletrendszernek azon megoldásait keressük, ahol nem csak az előjel feltételnek kell teljesülni, hanem annak is, hogy az U3-nak és az U4-nek nullának kell lenni. Jó? Tehát ez egy ilyen matematikai összefoglaló volt, hogyha egy picit félretesszük a matematikai megközelítést és a termelés irányából nézünk akkor erre a feladatra, akkor mivel minden együttható, vagy nulla, vagy pozitív, ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy mondjuk 5 darab termék van, amely 5 terméket 4 nyersanyagból tudok előállítani, és a kapacitás vektor vagy a korlátozó feltételek jobb oldalán lévő konstansok mutatják, hogy melyik nyersanyagból mennyi van, akkor itt ez a harmadik és negyedik sornál, azaz két egyenlősége, az egy borzasztó erős feltétel, az azt jelenti, hogy akármi is legyen a harmadik meg negyedik nyersanyag, ennek el kell fogynia a termelés során. Tehát úgy kell maximalizálnunk a célfüggvényt, hogy az U3 és az U4 értéke az nulla legyen. Akkor fogy ugyanis el a harmadik és negyedik nyersanyag. No hát akkor hogyan okoskodjunk? Hát írjuk fel a kiinduló táblázatot, és utána akkor megpróbálunk különbséget tenni, hogy mivel lesz ennek a megoldása több a standard feladatétól. Na nézzük! Azt mondja, hogy akkor írom a változókat, hogy x1, x2, x3, x4 és x5 és b vektor. Így. Aztán, hát én kérem szépen rögtön az uk bevezetésével elvégeztem az egyenletrendszert, tehát nem írom föl, hogy U1, U2, stb., hanem rögtön a bázisváltozók cseréjével be is viszem őket ide, tehát lesz itt egy U1, egy U2, egy U3 és egy U4.
lesz itt egy mínusz z-vel jelölt célfüggvényünk, így mi, és egyelőre ennyit tudunk, fogom és beírom az együtthatókat. 1, 0, 1, 1, 4, aztán a második oszlop 4, 3, 4, 3, 2, 0 és 3, a harmadik oszlop 1, 0, 0, 1 és 1, negyedik oszlop 2, 1, 1, 0, írom, 2, 1, 1, 0, a célfüggvény sora az ott 5, és az ötödik oszlop 0, 2, 1, 1, 1, aztán jön a készlet, 90, 50, 60 és 80. És mivel még semmit nem termeltünk az ég egyet a világon, ezért kérem szépen, hogy a jobb alsó sorokba egy nullát írunk. Oké, na akkor kezdjünk el gondolkozni, hogy akkor most mi történik, hogyan ügyeskedjünk. Mit jelent ez az egyenlőség jel? Ez azt jelenti, hogy még egyszer, akármi is a harmadik és negyedik nyersanyag, úgy kell gazdálkodnunk az erőforrásokkal, hogy kérem szépen ez elfogyjon ez a 60, ez meg elfogyjon ez a 80. Ez azt jelenti, hogy az U3-nak és az U4-nek a feladat megoldás, akkor a végén azt kell mondanunk, hogy ez értéke nulla. Mikor lesz, kérem szépen? Mikor lesz egy változó nulla biztosan? Hát akkor, hogyha innen a kötött változók helyéről fölkerül a szabad változók helyére. Azaz, ezt mikor tehetjük meg? Hát akkor, ha ennek a sorából választunk generáló elemet. Tehát ha a harmadik és negyedik sorból sikerül generáló elemet választanunk, akkor az azt jelenti, hogy az U3 vagy az U4 az fölkerül valamelyik másik változónak a helyére. Igen ám, de nekünk van egy generáló elemválasztási szabályunk. Most mi az erősebb? A szabály, vagy az, hogy próbáljunk meg ebből választani generáló elemet? Hát kérem szépen, a szabály lesz az erősebb, tehát a szabály betartásával fogok arra törekedni, hogy olyan sorból válasszunk generáló elemet, amely változóknak nullának kell lennie. Na most azért, hogy el ne felejtsük, hogy melyik változó bírnak kitüntetett szereppel, ott, ahol egyenlőség jelek vannak, azokat a sorokat megcsillagozom. Hát meg is lehet úgymond kalapozzolni, kalappal is szokták jelölni, most maradjunk a csillagnál. Tehát ezeknek a csillagos változóknak föl kell kerülni, és kérem szépen, hogy nyomon tudjuk követni a csillagos változóknak a sorsát, vezessünk be egy Z csillaggal jelölt másodlagos célfüggvényt, aki gondolom a lap alján volt, az most nem örül. Tehát bevezetünk a mínusz z után egy úgynevezett másodlagos célfüggvényt, ami nem mást fog tartalmazni, mint az aktuális, tehát a fölötte lévő táblázat csillagos sorainak az összegét. Azaz, az U3 és az U4 az csillagos, tehát 1 meg 1 az 2. 2 meg 0 az 2. 0 meg 1 az 1. 0 meg 1 az 1. 1 meg 1 az 2, és 60 meg 80 az olyan 140. És akkor ezzel az egyszer Z csillagos sorral, tehát a másodlagos célfüggvénnyel tudom nyomon követni, hogy hol tartok a csillagos változó szabaddá tételében, tehát hogy kikerüljenek onnan a bázisból. Na kérem szépen! Akkor ez az egyik újdonság a módosított normálban, a normál feladathoz képest, hogy megjelennek a csillagos változók, mindjárt rátérünk a másik újdonságra. Alkalmazzuk akkor a szabályt. A másodlagos célfüggvényt nézem, azt nézem, hogy itt egyik érték sem nem negatív, tehát mindegyik oszlopból tudok választani generáló elemet. A generáló elem választásnál betartom a szabályokat, és közben arra törekszem, hogy ha lehet, akkor csillagos sorból válasszunk. Ezért most én azt mondom önöknek, hogy jól tudjam szemléltetni, hogy nem az elejéről, hanem az utolsó kettes fölül, hogyha nézem, hogy mi a generáló elem, ugye csak pozitív lehet, mondja a második szabály, tehát ez kilőve, és a 2, 1, 1 közül pedig az lesz, ahol hányados, a BI per G hányados a legkisebb. Azaz 50 per 2, az 25, 60 per 1 az 60, 80 per 1 az 80. Hol a legkisebb a hányados? Hát kérem szépen ennél a kettesnél, vagyis ez azt jelenti, hogy ebből az oszlopból annak a kettesnek kell lennie a generáló elemnek.
És akkor hiába szeretném én azt, hogy csillagos sorban legyen, mennyivel könnyebb lenne az egyesekkel számolni, a szabály ezt nem engedi meg. Ha ebből a sorból választok generáló elemet, akkor a kettesnek kell lennie. Értem? Tehát a szabály az azt adja, hogy a kettes legyen, de nem választom, mert nem csillagos sorban van. Reménykedjem abba, hogy van olyan oszlop, ahol a szabály betartásával olyan generáló elemet találok, ahol kérem szépen a generáló elem a harmadik vagy negyedik sorban van. Na nézzük, ha az egyes fölül választom, akkor 2, 1, 1 közül 90/2 az 45, 50/1 az 50, 60/1 az 60, hát a 90/2 az kisebb, mint a másik két hányados, megint nem tetszik ez a generáló elem, jó, tehát őnek kellene lenni a generáló elemnek, de nem csillagos sorban. Próbáljuk meg ezeket a csillagos változókat eltüntetni innen előről. Aztán nézzük az egyes fölött. Hát itt 2 egyes van, 90/1, 80/1, na a 80/1 az kisebb, mint a 90/1, és ez az egyes már nagyon tetszik nekünk, mint generáló elem, hiszen csillagos sorban van. Ráadásul, hogyha megnézzük, akkor jó sok nulla van körülötte. Hát most már nézzük meg akkor, hogy a 2 kettes fölött mi lenne a generáló elem, azt mondja, hogy 90/4, 50/3, 60/2, az 50/3 az kisebb, tehát ebből az osztóból a 3-as lenne a generáló elem, nagyon nem tetszik, mert nem csillagos sorban van. Ha a 2-es fölül választunk, akkor 90/1, 60/1, 80/1, itt a 60/1-nél volt a legkisebb a hányados, tehát oszloponként akkor meghatároztuk, hogy melyik oszlopból melyik a generáló elem. Én olyat fogok választani, értelemszerűen, amelyik csillagos sorban van, tehát e között a 2 egyes között vacilálunk egy kicsit, hogy melyiket szeressük. Hát nekem ez azért szimpatikus ehhez képest, egy picit szimpatikusabb, mert hogy itt tessenek megnézni a sorában és oszlopában jó sok nulla van, és tudjuk, hogy ilyenkor azokat az oszlopokat, sorokat le tudjuk másolni számolás nélkül. Hát itt is van 2, de itt 4, úgyhogy legyen akkor ez az egyes a generáló elem. Ez azt jelenti, hogy akkor történik egy bázisváltozó csere, az x3 az kötött lesz, az u4 az pedig szabaddá változik. Írom akkor a következő táblázatot, x1, x2, és itt egy picit megállok. Az u4 változót, azzal, hogy fölviszem ide szabaddá, teszem, annak az értéke nulla lesz. Az gyakorlatilag azt jelenti a példámban, hogy ezt a 80-at, akármi is legyen, de 80 darab kilogramm bármi volt belőle, 80 egység volt belőle, azt ezzel a generáló elem választással elfogyasztottuk. És én azt szeretném, hogy a csillagos változók mindig fennmaradjanak, ezért a csillagos változót nem írom ki, nem adok neki értéket, nehogy egy későbbi táblázatban visszakerüljön kötötté, ezért egy ilyen helyes kis pöttyel jelölöm, hogy ott van az U4 csillag, csak nem írom ki. Nagyon sok tankönyv, kérem szépen, azt mondja, hogy egyszerűen hagyjuk el a csillagos változókat. Az is működik, én egy pöttyel jelölöm, hogy ott van azért az az U4 csillag. És akkor folytatom, hogy X4, X5 és B vektor. Így mi? Nagyon halványan az X3 oszlopát akar át is húzhatjuk, ne nagyon vastagon, mert akkor nem látom a számokat és nem tudok számolni. Azért húzhatjuk át, mert kérem az új táblázatban nincs az X3-nak az új helyén az új változó. Na nézzük, mi történik. Azt mondja, hogy generáló elem sorában osztunk a generáló elemmel, tehát 1, 0, 0, 1 és 80. Aztán, ha használjuk ki a nullákat, a generáló elem fölött van 2 nulla, az azt jelenti, hogy U2-t és U3-at számolás nélkül írhatom, figyelve arra, hogy az X3 oszlopa nincs itt. Vagyis az U2 sora az 0, 3, 1, 2, 50. Másolom, 0, 3, 1, 2 és 50. Aztán emiatt a nulla miatt az U3 csillagot is tudom másolni, 1, 2, 1, 1 és 60. Aztán
Az X3 oszlopában lévő generáló elemnek a sorában is van egy-egy nulla, tehát az X2-t és X4-et is tudom számolás nélkül másolni. 4, 3, 2, 0, 3, 2, illetve 2, az 1-1 nulla már ott van, 5 és 1. És akkor mit tudunk még? Valamit le tudunk-e írni? Hát leírhatunk, de akkor rossz lesz, úgyhogy nem ennyit tudtunk leírni, a többit már számolni kell. Nézzük akkor, 1-esnek az új értéke a téglalapos módszerből 1-ből 1, akkor az 0. Ennek a nullának az új értéke 0-ból 1, az mínusz 1. És 90-nek az új értéke, azt mondja, hogy 90-ből 80 az 10. Nézzük a mínusz z-nek a sorát, 4-ből kivonjuk az 1-et, az 3, 1-ből kivonjuk az 1-et, az 0, és 0-ból kivonjuk a 80-at, akkor az mínusz 80. Másodlagos célfüggvény értéke, 2-ből kivonjuk az 1-et, az 1, 2-ből kivonjuk az 1-et, az 1, 140-ből kivonjuk a 80-at, akkor az meg 60. Készen vagyunk a második táblázattal. Bámuljuk, bámuljuk ezt a második táblázatot, és egyszer csak észreveszünk, hogy a Z csillag sora az 1, 2, 1, 1, 60, míg a fölötte lévő táblázatban 1, 2, 1, 1, 60 ugyanilyen értékekkel bíró sor is létezik. Ez véletlen, vagy itt valami szándékosság rejtőzik? Nyilván kérem szépen nem véletlen. A Z csillagról azt mondtuk, hogy az mindig az aktuális táblázat csillagos sorainak az összegét fogja jelenteni. Értem? Itt most ebben a második táblázatban itt már csak egyetlen egy csillagos sor van, az U3, hiszen az U4 csillagtól megszabadultunk és bevittük helyére, elfelejtettem odaírni, most megteszem, bevittem helyére az X3-at. Tehát van U1, U2, U3 csillag és X3. Vagyis, ha ez igaz, hogy a Z csillag az mindig az aktuális táblázat csillagos sorainak összege, akkor tudván azt, hogy ebben a táblázatban csak egy csillagos sor van, akár le is másolhattam volna. De akkor nem tudtunk volna erről ennyit beszélni. Jól van. Következő lépés az lesz, hogy megint választunk egy generáló elemet, és megpróbálunk úgy választani, hogy lehetőleg szabaduljunk meg az U3-tól. Tehát az U3 sorából válasszunk, hogy az szabad legyen, és akkor az értéke nulla lesz. Oké, nézzük. Választhatunk ugye nem negatív értéket fölül. Itt mind a négy nem negatív, a kicsi nyilakkal jelölöm. Hogyha az egyest nézem, akkor a pozitív generáló elem miatt csak a két egyes közül fogok tudni választani azt, ahol a hányados kisebb. Hát kérem, a 60 per 1 az kisebb, mint a 80 per 1, tehát ebből az oszlopból ennek az egyesnek kell lennie a generáló elemnek, aminek nagyon örülünk, mert hogy csillagos sorban van, és még két nulla is van fölötte. Hát ez egy ilyen tenyésztett példa, kérem szépen. Azért ez nem mindig ilyen ideálisan működik. Jó, tehát akkor nem is számolom tovább, de számolom, mert számolom. Tehát a kettes fölül, hogyha választani generáló elemet, akkor a 10 negyed az kisebb, mint a többi hányados. Ha az egyes fölül választok, akkor 10 per 2, akkor itt megint ő lenne a generáló elem, és az egyes fölül, ha választok, akkor 50 per 2, az kisebb, mint a 60 per 1, 80 per 1. Tehát megvannak oszloponként a lehetséges generáló elemek, nekem kérem szépen ez az egyes nagyon szimpatikus, nem csak azért, mert könnyű vele számolni, elsősorban azért, mert hogy csillagos sorban van, tehát el tudjuk fogyasztani ezt a 60-at ezzel a generáló elem választással. Jó, akkor megint megtörténik a változócsere, U3 csillag helyén megjelenik az X1, és az új táblázatunk pedig olyan lesz, hogy X1 bekerült, az U3 meg fölkerült, de az U3 csillagos, ezért egy helyes kis pöttyel jelölöm, hogy itt van az U3, folytatom, hogy X2, itt van egy másik pötty, ez az előző generáló elem választásból az U4, írom, aztán X4 és X5 és B vektor. Okay.
tegyük föl magunkba a kérdést, hogy ebben a harmadik táblázatban hány változó lesz csillagos? Mennyi változó lesz csillagos? Nézzük, U1, U2, X1, X3. Egyik változó sem csillagos, azaz az azt jelenti, hogy itt nincs csillagos változó, vagyis a Z csillagban nincs mit összeadni. Nézzük meg ilyenkor, mi történik. 2-ből kivonom a 2-t, az 0. 1-ből kivonom az 1-et, az 0. 1-ből kivonom az 1-et, az 0, és 60-ból kivonom a 60-at, az 0. Tehát abban a pillanatban, hogyha az összes csillagos változót szabaddá tudtuk tenni, tehát fel tudtuk vinni a táblázat tetejére, akkor a Z csillag kinullázódik. Ez azt jelenti, hogyha ilyen termelési példában gondolkozunk, hogy már van egy olyan lehetséges bázis megoldásunk, ahol a harmadik nyersanyagból a raktáról lévő készletet, a 60-at elfogyasztottuk, és ugyanez mondható el a negyedik nyersanyagról, amiből pedig 80 volt, azt is elfogyasztottuk. Ezt jelenti az Z csillag kinullázódása. Hogyha a csillagos változók itt fennmaradnak, akkor az Z csillag a rákövetkező táblázatokban végig ki kell, hogy nullázódjon, tehát úgy kell, hogy maradjon. Jó. A feladat optimalitását vizsgálva azonban nekünk a mínusz Z-t kell bámulnunk, és azért esdeklünk, hogy itt csupa negatívak legyenek. Nézzük, hogy így van ez. 3-nak az új értéke. 3-ból kivonjuk a 6-ot, akkor az mínusz 3. 5-ből kivonjuk a 3-at, akármeddig számolom, 5-ből kivonom a 3-at, az plusz 2. Azért hezitáltam egy kicsit, mert hogy ez egy pozitív lett, az azt jelenti, hogy még amit kapunk lehetséges megoldás, az még nem az optimális megoldás lesz. Emiatt a 2 miatt, ha itt lesznek pozitív értékek, akkor a program tovább javítható. És akkor most már mindegy, de nézzük meg a harmadik értéket, 0-ból 3 az mínusz 3, nem baj, hogy negatív lett, emiatt a pozitív érték miatt, a plusz 2 miatt ki kell számolni a többi értéket is. Ezt az x1-et halványan áthúzom, hogy ez nem szerepel az új táblázatban, nem adok a csillagos változónak értéket, és akkor számolok, végigosztok a harmadik sorban 1-jel, vagyis írom, hogy 2, 1, 1 és 60. Nagy örömmel konstatáltuk, hogy a generáló elem fölött nullák vannak, tehát az első és második sorokat számolás nélkül lemásolom. Így. És a negyedik sort azt viszont számolnunk kell, nézzük akkor. 0-ból 2 az mínusz 2, 0-ból 1 az mínusz 1, 1-ből 1 az 0, 80-ból 60 az meg 20. És nézzük, hogy a mínusz Z hova csökken a mínusz 80-ról. Azt mondja, mínusz 80-ból kivonjuk a 3x 60-at, az 180, mínusz 80-ból 180, az mínusz 260. Tehát van egy ilyen lehetséges bázis megoldásunk, hogyha ezeket a változóknak értéket adunk, hogy az x1 az 60, az x3 az 20, a többi az itt, ami itt van fönt, az mind 0, akkor a lehetséges bevételünk az 260 pénzegység. Igen ám, de ez a plusz 2-es mutatja, hogy ha ebből az oszlopból tudunk generáló elemet választani, akkor ez a mínusz 260 tovább csökkenthető. Na nézzük! Ha a 2-es fölött választok generáló elemet, akkor a 2-1-1 közül ennek a 2-esnek kell lennie a generáló elemnek, hiszen 10 per 2 az 5, ez 50, ez 60. Mivel csak egy oszlop van, nem is nézhetünk többet, be is keretezem, hogy ez a 2-es lesz a generáló elem. És akkor ez azt jelenti, hogy olyan változó csere történik, hogy az X4 megjelenik az U1 helyén, míg az X4 helyén megjelenik az U1, hiszen az nem csillagos. Tehát kezdem azzal, hogy pötty, aztán X2, aztán még egy pötty, ugye a két pötty még egyszer az U3 csillag, meg az U4 csillag. Az X4 helyére most kiírom az U1-et, és folytatom tovább az X5-tel és B-vektor. Így mi? Nézzük, mi történik.
Hát kérem, az másodlagos célfüggvénynek a sorát én nem fogom kiszámolni, le se írom a nullákat, egyszerűen kihúzom. Biztos, hogy nullának kell lennie, hiszen a két csillagos változó itt van fönt a szabad változók között. Most akkor nézzük, mi történik a mínusz z-nek a sorával, és abban reménykedünk titokban, hogy itt most már minden érték negatív lesz, mert akkor nem kell kiszámolni a fölötte lévő értékeket. Nézzük. Mínusz 3-nak az új értéke 4x2, 8, osztva 2-vel, figyelem, a generáló elem eddig 1-es volt, most 2, tehát annak, hogy osztva a generáló elemmel van értelme. Még egyszer, 4x2, 8, osztva 2-vel az 4, mínusz 3-ból 4 az mínusz 7, így. Aztán generáló elem oszlopa megmaradt, ott osztunk a generáló elem mínusz egyszeresével, vagyis 2 osztva mínusz 2-vel az mínusz 1. És a mínusz 3-nak az új értéke pedig összekötöm másik átló. Azt mondja, mínusz 1-szer 2, mínusz 2 per 2 az mínusz 1, ezt állod kiszámolni mindegy, mínusz 1, mínusz 3, mínusz, mínusz 1 az mínusz 2. Hú, mondjuk magunkba. Ha a mínusz z-nek a sora, akkor minden érték negatív lett, az azt jelenti, hogy ezt már nem kell kiszámolni, hiszen a negatívak fölül már nem választunk generáló elemet. Amit itt kapunk, az a megoldás lesz, illetve a legnagyobb célfüggvénynek a értékének a mínusz egyszerese, hiszen mínusz z-ről beszélünk. Nézzük akkor, 10-nek a 10 a generáló elem sorában van, ott osztunk 2-vel, tehát 5. 50-nek az új értéke, az 10-nek a fele az 5, 50-ből 5 az 45, aztán 60-nak az új értéke, a 60-ból kivonjuk a 10-nek a felét, az 55, és a 20-nak az új értéke, ez mínusz 10, osztva 2-vel az mínusz 5, 20 mínusz mínusz 5, tehát az összesen 25. És nézzük, hogy a mínusz 260 hogyan csökkent tovább, azt mondja, mínusz 260-ból kivonjuk a 2x10 per 2, tehát kivonjuk a 10-et, akkor az mínusz 270. És akkor nincs más hátra, mint hátra. Írjuk föl, kérem szépen, a megoldást. Azt látjuk, hogy ennek a módosított normál feladatnak a maximuma az 270 pénzegység, amit úgy írunk el, hogy rendre az x1-et, az x2-t, az x3-at és az x4-et, sőt, az x5-öt úgy választjuk, hogy az x1 értéke az 55, az x2 értéke a szabad változó, tehát 0, akár csak az x5, akkor ez is 0, az x3 értéke az a utolsó sor, tehát az 25, az x4 értéke az az első sor, az 5. Tehát ez lesz a megoldása, hogyha termelésben gondolkozunk, akkor azt kell mondani, hogy az egyes termékekből rendre ennyit gyártunk, a másodikból és az ötödikből nem gyártunk, és így kérem szépen a maximális bevétel az 270 pénzegység. Mivel a feladat módosított normál feladat volt, nézzük már meg, hogy tényleg elfogyott el a harmadik és negyedik nyersanyag, tehát még írjuk föl az U1, U2, U3 és U4 eltérés változóknak az értékét, vagy maradék változóknak az értékét, azt mondja U1, keresem az U1-et, itt van az U1, az 0. U2, az a második sor elején van, az 45. Az U3-at, U4-et meg nem látom, de tudjuk, hogy itt van, csak nem írtuk ki, mivel itt van fönt a szabad változók között, ennek az értéke biztos, hogy 0. Tehát kérem szépen, mit látok ebből a három nullából? Az alsó két nullából azt látom, hogy ez a 60 és ez a 80 elfogyott, erről szólt a feladat, hogy ennek el kell fognia, és még abból, hogy az U1 az 0 lett, abból még azt is látom, hogy az első nyersanyag, amiből 90 volt, még az is elfogyott. Tehát ebből sem maradt semmi. Az U2-ből maradt 45. Kérem szépen, volt eredetileg 50 ebből a második nyersanyagból, és maradt 45. Hát még annyit nézzünk meg, hogy hol fogyott el ez az 5. Tehát 50 volt, 45 maradt, 5-öt elhasználtunk. Azt mondja, hogy nézem, hogy 55-öt gyártunk ahhoz az elsőből, ahhoz ebből nem kellett.
25-öt a harmadikból, ahhoz sem kellett itt vanni. Abból, hogy a negyedik termékből 5-öt gyártottunk, 5 darabot, termékenként kellett a második nyersanyagból, kérem szépen, 1. Ha 5-öt gyártok, akkor 5 kellett hozzá. 50-ből 5 az 45. Tehát ezért maradt akkor mindösszesen 45. Összefoglalva tehát akkor mit tudunk elmondani? Miben más a módosított normál? Kérem szépen, két dologra kell koncentrálni. Az egyik a csillagos változók, a másik pedig az, hogy a csillagos változókat nem írjuk ki. Nehogy visszakerüljenek, nehogy újra értéket kapjanak. Nyilván ez egy baromi erős feltétel, hogy ennek el kell fogynia. Ha itt kisebb egyenlőség jelek lennének, akkor lehet, hogy a célfüggvény ez nem 270 lenne, hanem nagyobb. Tehát azzal, hogy ezzel el kellett fogyasztanunk, mert kell a raktárban a helyi, hogy 1000 oka lehet, hogy ezt miért kell elfogyasztani, azzal bizony erősen felülről tudjuk korlátozni a célfüggvény értékét. Tehát még egyszer figyelünk arra, hogy csillagos változókat ellevezem ott, ahol egyenlőségjel van, bevezetem a Z csillag másodlagos célfüggvény sorát, abban a pillanatban, hogyha a másodlagos célfüggvény kinullázódott, akkor már nincs csillagos változó, akkor térek vissza a mínusz Z-nek a sorára, és addig választok generáló elemet, míg minden érték negatív nem lesz. Ha ez megtörtént, akkor az utolsó oszlopból leolvasom a megoldást. Ez a megoldás pedig ennél a példánál ez a bekeretezett rész.